Amikor a miniszterelnök úr felkért erre a feladatra, akkor azt az elvárást fogalmazta meg, hogy szeretné, hogyha az aktív kikapcsolódásban résztvevőknek a száma az jelentősen növekedne Magyarországon. És azt gondolom, hogy ez a program, amit uniós forrásból hajtunk végre, ez egyértelműen ezt a célt szolgálja. Ennek egy része a vizitúrázók feltételrendszerének a fejlesztése. A többi jármód esetén is igyekszünk nagyon jelentős fejlesztéseket végrehajtani. Összesen olyan nagyságrendek 14 milliárd forint jut arra, hogy a természetjáróknak, a kerékpárosoknak, a lovastúrázóknak, a vitorlázóknak, illetve a vizitúrázóknak a feltételrendszerét azt javítsuk. És az a sajtótájékoztató, amit a mai napon tartottunk, az éppen arról szólt, hogy az elkövetkező két évben mintegy 150 vizitúra megállási pont fog nagyon jelentősen fejlődni, javulni. Ezeket a megállópontokat, ezeket mondhatjuk, hogy fel fogjuk turbózni. Ugyanis ez egy nagyon fontos cél, hogy azok, akik már most vizitúráznak, azok is a vizitúrájuk során kedvező feltételekkel találkozzanak, de még talán ennél is fontosabb cél, hogy jelentősen megnöveljük a vizitúrán résztvevő fiatalok, gyerekek, családoknak a számát. A Magyar Kajakkenu Szövetség egy nagyon ambiciózus célkitűzést fogalmazott meg, szeretné háromszorosára növelni a vizitúrán résztvevő fiataloknak a számát. Viszont a vizitúrázás egy veszélyes sport, ezért szeretnénk abban is részt venni, hogy azokat a tanárokat, akik vizitúrázni viszik a gyerekeket, azoknak egy rövid képzést tartsunk, és szeretnénk anyagilag is segíteni azokat az iskolákat, akik vizitúrák szervezésére vállalkoznak, hiszen mindenki tudja, hogy mondjuk egy vizitúrát, egy vándortábort, az sokkal nagyobb kihívás megszervezni, sokkal nagyobb munka megszervezni egy tanárnak, mint mondjuk egy hétig egy Balatonon pihennünk a vízparton tábort, és szeretnénk ösztönözni az iskolát, hogy a többlet nehézség ellenére ezt vállalják.